Jó estét kívánok, Földi Kovács Andrea vagyok, ez pedig a napi aktuális. Az élelmiszer fronton már megvalósult a kétsebességes Európa, silányabb árukkal etetik a kelet-európai polgárokat a nemzetközi multik. De mit tesz ez ellen Magyarország? Itt van már Zsigó Róbert államtitkár. Elmaradt a meglepetés Hollandiában, a bevándorlás ellenes szabadságpárt veszített, de az eddig kormányzó néppárt is radikálisabb hangra kényszerül. Itt lesz Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ elemzője. Milyen legyen egy nemzeti ünnep? Miért ilyen alkalmakkor törnek fel az indulatok? Német Erzsébet szociálpszichológust és Csizmadia Lászlót, a Civil Összefogás Fórum elnökét is ide várjuk a stúdióba. És végül Széchenyi díjba részesült az ELTE művelődés történeti tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Civil Kör című műsorunk állandó vendége, Tőkécki László, őt is ide várjuk majd. Most pedig kezdünk. Zsigó Róbert élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkát köszöntöm a stúdióba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az LMP, pontosabban Sallai Róbert Benedek az elmúlt héten egy sajtótájékoztatón felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kérjen bocsánatot az elmúlt időszakban, években a magyar társadalomtól az eddigi élelmiszerbiztonsági fiaskóért, vagy az ellenőrzések elmaradásáért. Nyilván a kormányzati felelősségre utaltak. Megteszi, bocsánatot kérnek? Nincs miért bocsánatot kérni, mert hogy éppen a tegnapi napon, március 15-én volt 5 esztendős a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, amely gyakorlatilag a termőföldtől az asztalig az egész folyamatot felügyeli. Minden olyan, mert hogy a Sallai Róbert Benedek képviselő úr egy határozati javaslatot is beterjesztett a parlament elé, a minden olyan ügyben, amelyet ő kezdeményez, mert régóta tartó szakmai munka van, és például a kettős élelmiszerek ügyében ez nem egy élelmiszerbiztonsági kérdés, hiszen nem veszélyes élelmiszerekről beszélünk, arról beszélünk, hogy megengedhető-e az európai közösség piacán, hogy ugyanazon multinacionális cég, ugyanazon termékeit jobb minőségben áruljon Nyugat-Európában, mondjuk Kelet-Európában. Ez nem élelmiszerbiztonsági kérdés, ez egyrészt az Európai Bizottság jogi megoldását kívánó kérdés, másrészt pedig erkölcsi kérdés, úgyhogy az LMP-nek azt javaslom, hogy ne csináljon mindenből pártpolitikai kérdést. Az az ügy, hogy a magyar embereknek joguk van ahhoz, hogy azonos jó minőségű élelmiszereket kapjanak, ez nem pártpolitikai, ez nemzeti ügy. Ugye, ahogy utalt rá a Nébih ellenőrzései alapján derült ki, hogy 24 azonos termék mintát vizsgáltak be, hogy tulajdonképpen az osztrákok sokkal jobb minőségben kapják meg ugyanazt az élelmiszeripari terméket, mint amit a magyar fogyasztók. Mondhatni, hogy ebben a kérdésben már kétsebességes az Európa. Ide vonatkozik, de nem tudom, hogy aktuálisan ide vág-e, hogy az Európai Parlament napirendjén volt egy szigorítás az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. Ez már ennek a felvetésnek, vagy a V4-ek közös fellépésének köszönhető? Nem, ez egy korábbi ügy, 3 évvel ezelőtt kezdődött az Európai Parlamentben az a munka, amely azt a törvényi szabályozást, amely az élelmiszerbiztonsági, az élelmiszer láncbiztonsági törvényeket módosítja, azokat egy egységes ellenőrzési, nyomonkövetési, élelmiszer ellenőrzési rendszerré tegye. Ez történt most meg. Természetesen abban a tekintetben segíti ezek az ügynek a tisztázását, hogy az élelmiszer minőséggel kapcsolatban is egységes európai fellépés lehet. De még egyszer, a jogi megoldás az Európai Bizottság kezében van, neki kell tudni a jogi megoldást találni arra, és ez ügyben a V4-ek miniszterelnökei is, illetve az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Bizottság ülésén egyébként összesen már 8 ország, 8 kelet-közép-európai ország tett kérést, vagy intézett kérést az Európai Bizottsághoz, hogy a jogilag próbálja meg megoldani ezt az ügyet. És kaptak reakciót, tehát elindult valamiféle törvény előkészítési folyamat? Egyelőre nincsen arról információnk, hogy az Európai Bizottságban jogalkotói munka elinduljon, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a visegrádi négyek miniszterelnökei kiállnak, akkor, amikor 8 közép-kelet-európai ország, akik egyébként a saját hazájukban, hiszen Horvátország is, Románia is, Bulgária is, Szlovákia és Csehország is vizsgálatokat végez az ügyben, hogy Magyarországon is van egy ilyen vizsgálat, ennek az eredményeit, hogyha nyilvánosságra hozzuk, és igazolják azt, hogy
rosszabb, más minőségű, más összetevőkből készült élelmiszereket vásárolhatnak Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, akkor az Európai Bizottságnak mindenképpen lépnie kell az európai közösségi vásárlók érdekében. Mondjuk tételezzük fel, hogy lép a bizottság, meg is történik a szigorítás. Hogyha ennek ellenére silányabb árut hoznak a közép-kelet-európai országokban, mint mondjuk a nyugat-európaiban, milyen eszközei vannak a kormánynak, hogy ezt szankcionálja, vagy valamilyen formában változtasson a gyakorlaton? Ugye a magyar kormány az eddig ezután is ki fog állni a magyar vásárlók érdekében, de nagyon fontos, hogy most ugye Fazekas Sándor miniszter úr február 20-án ellendelt egy széleskörű, közel 100 terméket, 100 élelmiszert érintő vizsgálatot. Ugye ráadásul nem csak Ausztriában és Magyarországon, hanem egész Nyugat-Európában vásároltak ilyen termékeket a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatalban dolgozó kollégák. Nagyon fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat megtegyük, hogy ez gyakorlatilag majdnem minden olyan élelmiszert érint, amely azonos márkával kerül forgalomban Nyugat-Európában, illetve Magyarországon. Nagyjából március vége felé tudunk teljes körű hiteles képet, illetve tájékoztatást adni a közvéleménynek, illetve mindenki számára, gyártók számára, és mik a tapasztalataink a vizsgálat alapján. Ezt követően azt gondolom, hogyha valóban minőségi eltérések vannak, akkor azokat meg kell tudni oldani. A legfontosabb, amit tehetünk, hogy a vásárlókat tájékoztatjuk arról, hogy az egyes termékek azok jobb minőségűek, azonos minőségűek, netán rosszabbak, mert a vásárló az, aki a pénzét, amikor elkölti a boltban, akkor szavaz arról, hogy valóban megbízik-e ezekben a gyártókban, és az ő termékeikben vagy nem. Hogyha bebizonyosodik, hogy rosszabb minőségű, akkor azt gondolom, hogy valóban nem meglepő az, hogyha nem vásárolják az emberek ezeket a termékeket. Azt mondják a multik ezekre a kifogásokra, hogy nem rosszabb minőségű az áru, amit itt forgalmaznak, hanem egyes országokban eltérő a fogyasztók ízlése. Pontosan az az érzékszervi vizsgálat, amelyet mondjuk a NÉBI szakemberei is elvégeznek, az hogyan zajlik? Hát egyrészt erre ez egy kifogás vagy magyarázkodás, amiről szó van, mert azt el tudom képzelni, hogy a Távol-Kelet és Magyarország között olyan ízlésbeli különbségek vannak, hogy nem ugyanolyan élelmiszert tesznek, de azt gondolom, hogy Magyarország és Ausztria, vagy Csehország és Németország között nem lehetnek ilyenek ízlésbeli különbségek. Nagyon fontos, hogy egy átfogó vizsgálat történik most. Laboratóriumi vizsgálatot végzünk, az összetevőket megvizsgáljuk, hogy milyen különbségek vagy azonosságok vannak. Ugyan nem feladatunk, de az árakat is megnézzük, és valóban van egy érzékszervi vizsgálat is. Ennek az összessége adja majd ki az eredményt. Az érzékszervi vizsgálatot képzett, folyamatosan tovább képzett szakemberek végzik, hiszen ilyen Európában mindenhol van az élelmiszerek tekintetében, és akkreditált laboratóriumi körülmények között történik a vizsgálat, tehát abszolút a laboratóriumi összetételbeli vizsgálat, az árak vizsgálata, illetve az érzékszervi vizsgálat, azok megfelelő hiteles képet fogják nyújtani az élelmiszerek, az érintett élelmiszerek minőségéről. Ugye annak apropóján, hogy az Európai Parlamentben is napirendre került az élelmiszerbiztonság kérdése, Szanyi Tibor, szocialista EP képviselő azt mondta, hogy itt tulajdonképpen az élelmiszerek beltartalmi vizsgálatát, vagy a minőség különbséget is arra használja föl a magyar kormány, illetve a V4 országok kormányai, hogy egyfajta harcot folytassanak az unió ellen, vagy az unió ellen hergeljék a lakosságot. Van ilyen hátsó politikai szándékuk ezzel? Ahogy az NMP-vel kapcsolatban is mondtam, hogy szerintem ez nem pártpolitikai kérdés, ezzel kapcsolatban is, habár megenged egy kitérőt, láttunk már olyat az elmúlt egy-két esztendőben, hogy azzal vádolták a kormányt, hogy azért foglalkozik bizonyos üggyel, például a migráns kérdéssel, mert hogy ezt kitaláltuk, és akkor mi kreáljuk ezt az ügyet, azóta kiderült, hogy ez nem így van. Én azt gondolom, hogy nem lehet ilyen módon hozzáállni a magyar vásárlók, a magyar családok, a magyar emberek érdekeit. Az, hogy becsapják multinacionális cégek, mondjuk a magyar vásárlókat, de Szlovákiában bebizonyosodott, hogy őket is, azzal, hogy ugyanazon termékeiket más összetevőkkel többször rosszabb minőségben, silányabb minőségben árulják, ez azt gondolom, hogy nemzeti ügy, hiszen ki kell állnunk a magyar vásárlók érdekei mellett, és a magyar vásárlóknak ki kell állni a saját érdekeik mellett. Ezt nem lehet politikai ügyet csinálni, nem harc ez, pláne nem valami ellen,
azért próbálunk kiállni, hogy a magyar vásárlók is megfelelő minőségű élelmiszereket tudjanak venni. Egy uniós felmérés egy egészen más irányból világítja meg ezt a kérdést. Azt állapították meg, hogy az adócsalás és a kábítószer kereskedelem mellett az élelmiszer hamisítás az egyik legjobban prosperáló üzletág vagy iparág, fogalmazunk úgy. Mit tudnak tenni a magyar fogyasztók, hogy garantáltan biztonságos élelmiszer kerüljön a polcaikra, hogyha valóban mondjuk maguk az előállítók is abban érdekeltek, hogy hamisítsák az élelmiszert? Éppen ezért működik a Nemzeti Élelmiszerlát Biztonsági Hivatal, ezért maradt meg önálló hivatalként, ugye 5 éves a hatóság, és többek között ugye kétféle fő tevékenységünk van, egy egész estét betöltő beszélgetés lehet. Az egyik az, amiről eddig beszélgettünk, hogy a vásárlói tudatosságot, a vásárlókat információval lássuk el azért, hogy megfelelő módon tudjanak választani, amikor vásárolnak. A másik az a hatósági szerep, a hivatali szerep. Ugye például a kiemelt ügyek igazgatósága, amely 5 éve működik, az elmúlt 5 esztendőben 9,5 milliárd forint adó, illetve áfa elkerülést hiúsított meg. A kiemelt ügyek igazgatóságán keresztül a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mindent elkövet folyamatos szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel, hogy azokat az élelmiszereket, amelyek a boltok polcain vagy az előállításban hamisak, nem megfelelő módon nyomon követhető, azokat kivonjuk a forgalomból, akik ilyet tesznek, azokat pedig megbüntessük. Ezt tettük eddig is, és ezután is ezt fogjuk tenni. Talán a dopingvizsgálatoknál szokták mindig megállapítani azt a tényt, ugye, hogy a maguk a dopinglaborok azok mindig két lépéssel előtte járnak a doping ellenőröknek. Mennyire fejlett a magyarországi rendszer? Egyáltalán szükség van-e arra, hogy folyamatosan fejlesszék az ellenőrzést? Mindig szükség van arra, hogy folyamatosan fejlesszük egyrészt az ellenőrzést, másrészt a technológiai hátteret, ha lehet így fogalmazni, a szakembereinket folyamatosan képezzük, és nem mellesleg olyan jogszabályi környezet álljon rendelkezésre, amely lehetővé teszi azt, hogy valóban a termőföldről asztalig tartó folyamatot az élelmiszer előállításnál, a feldolgozásnál, a termelésnél mindenhol be tudjunk avatkozni, hogyha probléma van. Egy ilyen rendszer működik egyébként eredményesen Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalot már a lakosok, a másárlók nagy többsége be tudja azonosítani, mint az ezen a területen tevékenykedő hatóságot. És azt gondolom, hogy azok az eredmények, amelyeket elértünk, azok magukért beszélnek. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem lesznek próbálkozások. Mindig vannak olyanok, akik tisztességtelenül akarnak ezen a területen is dolgozni, de mi azért dolgozunk, azért képezzük a szakembereket, és azért fejlesztjük a hivatalt, hogy ezeket a tisztességtelen szereplőket ki tudjuk szűrni, azokat az árukat ki tudjuk venni a rendszerből, amelyek mondjuk egészségre károsak. Ugye a NIBIH megjelenése, vagy felfejlesztése, és ezek a szisztematikus vagy célzott vizsgálatok, azok valóban minőségi előrelépés és jelentettek az élelmiszerbiztonság vagy ellenőrzés szempontjából, de már a korábbi években is azt mondták a magyar élelmiszerlánc ellenőrzésre, hogy hagyományosan az unión belül az egyik legszigorúbb a rendszer. Egyébként az unió is szigorú a kívülről behozott élelmiszerekkel kapcsolatban. De lehet ezt még tovább szigorítani? Hát egy szigorú rendszert működtetünk valóban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalban, de egy rugalmas rendszert is. Tehát az, amiről beszéltünk, vagy beszéltem az előbb, hogy a tisztességtelen szereplőket ki kell szűrni, hogy folyamatosan ellenőrizni kell, az elsősorban egyébként a tisztességes vállalkozók érdekében van, illetve a vásárlók érdekében. Tehát mi minden tisztességes vállalkozásnak partnerei vagyunk, akik az élelmiszer előállítás területén valóban a vásárlók, a partnereik javára akarnak tenni, és minden hasznos információt megosztunk a vásárlókkal is, hogy védettek legyenek, tudatosak legyenek az ilyen esetekkel szemben. Egy utolsó kérdés, alig egy hónapja hagyta jóvá az Európai Parlament a szabadkereskedelmi megállapodást Kanadával. Sokan attól tartanak, hogy ez gyakorlatilag előszobája ugye az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnak, ami kapcsán sokan kifogásolják, hogy esetleg génmódosított élelmiszerek juthatnak be Európába, akár hazánkba is. Jogosak ezek a félelmek? Mindenképpen résen kell lenni, de ugye egyrészt a magyar alaptörvény garantálja a GMO-mentességét Magyarországnak, illetve a magyar mezőgazdaságnak, másrészt pedig mi, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Földművelési Minisztérium mindent meg fogunk tenni, hogy minden ilyen ügyet megakadályozzunk, hogy Magyarországon a családok asztalára egészséges, biztonságos és kiváló minőségű élelmiszerek kerüljenek. Zsigó Róbert, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Elmaradt a meglepetés Hollandiában. A bevándorlás ellenes szabadságpárt veszített, de az eddig kormányzó néppárt is radikálisabb hangra kényszerült. Rövidesen Törcsi Pétert, az Alapjogokért Központ elemzőjét kérdezem majd.